Boróka kikentrézésnél is elég nehéz perceket, pillanatokat okozott lovasának, és a gépben is eléggé nyughatatlan. Minden ló a gépben. És tart, elindult a nap negyedik futama 1400 méteres távon. Jól indul a mezőny, Borókát lovasa visszaveszi a mezőny végére, miközben Rebel is, illetve Részcsengő vállalja magára a vezetést, de Donna Primát és Brahi lányát is ott látom a közvetlen élmezőnyben. Boróka kivételével nagyon jól együtt galapozik az egész mezőny, amikor a túlsó oldal közepén járunk. 1200 méter van még hátra a versenyből, és egy vonalban szinte az egész mezőny, egy gondolatnyival Rebel is jár a mezőny élén, illetve a falon versenyző Részcsengő. Rebel is, Részcsengő, Brahi lány. Ez az első háromló sorrendje, néhány hosszal kiszakadva pedig Boróka színeit látom. Boróka van tehát a mezőny végén, a többiek viszont nagyszerűen együtt. Rebel is továbbra is az élen Részcsengővel. Részcsengő, Rebel is, közöttük pedig Brahi lánya, majd érkezőben van Lutzer, és Donna Prima egy picit lemaradva próbál zárkózni, és úgy látom, hogy nem tud jönni Baltic History sem, ő is kezd lemaradni. Elég kívül fordul, de vezet Rebel is. Rebel is az élen mellette, benne a falon Részcsengő. Részcsengő, Rebel is, Lutzer és Brahi lánya. Brahi lánya is könnyen kézből jön Kerekes Károlyjal, kívül pedig teljesen kívül jön Rebel is. Jön 400-as tábla, és négy ló szinte teljesen együtt. Vezet Részcsengő, Részcsengő támadja Brahi lánya. Részcsengő, Brahi lánya, Lutzer és Rebel is. Ők négyen teljesen egy vonalban. Jön a távoztap, és még mindig vezet Részcsengő. Részcsengő szívósan védekezik, támadja Brahi lánya. Részcsengő, Brahi lánya, és jön Rebel is. Az utolsó 150 méteren Kerekes rutinja dönthet majd. Brahi lányát hozza, jön Rebel is, Brahi lánya, Rebel is, Részcsengő. Ez a sorrend. Így van, 7-es, 3-as, 8-as láttunk, és pont erről beszéltünk, hogy azért itt vannak a zsokék, mondjuk ez az itt vannak, ebből egyre redukálódott, mert Kerekes volt itt igazán, ő viszont nyerni tudott, ez pedig azt jelenti, hogy Brahi lánya, ez a 3 éves kanca ráduplázott a legutóbbi győzelmére, második lett Rebel is, Csiki Orsolyával, ő is győzelem után futott egyébként, harmadik pedig Részcsengő, ő sem számít azért annyira nagy meglepetésnek, hiszen azért, hogyha megnézzük a handicap számait, akkor elképzelhető volt. Nekem Baltic History nagyon komoly csalódás, őt feltétlenül előbbre vártam volna. Nekem meg Donna Prima, ha már csalódásra beszélünk. Célfotó az első helyre, harmadik a nyolcas, ismétlem, célfotó az első helyre, harmadik a nyolcas. Igen, hát innen mi úgy láttuk, ez ugye nem, messze nem hivatalos, de való igaz, hogy Kerekes Karcsi Brahi lányát nagyon jól, ahogy mondtad is a közvetítésben, hogy a rutinja dönthet, abszolút az döntött, hiszek ebben, hogy erre utaltál kellett, is, hogy azért csoké. Kellett. Ostorra is van. Én meg azt nem értem, hogy Boróka mire volt harmadik tipp a turfban. A negyedik futam nem hivatalos befutási sorrendje. 7-es, 3-as, 8-as. 7-es, 3-as, 8-as. És hát ezért jók ezek a versenyek, hogy...